Igazi élet-halál harc kezdődik az Etos Sese számára. A férfi kézilabda NBA egy első rájátszás meccsén azt a pirosmezes vácot fogadta az Etos Sese, amelyet a Plerhez hasonlóan oda-vissza kellett volna vernie, ha bent akar maradni. A vendégek kezdtek jobban, a 10. percben 4-3-ra vezettek. Aztán fordítottak Motáék, és 6-5-ig náluk volt az előny. Ugyanakkor néhány aprócska hiba elég volt ahhoz, hogy Rosta István tanítványai kerüljenek forba. Az első 30 perc végéig még kétszer tudott vezetni a Sese, 8-7-re, aztán 10-9-re, de a szünetre 12-11-es vendégelőnnyel vonultak a felek. Fent van a bíró keze, Lendvainak el kellett lőnie, hatalmas gólt ragaszt. A második félidőben pedig már nem tudtak zárkózni Halászék. A Vác maga biztosan értékesítette kínálkozó lehetőségeit, míg a Sesénél ugyanazok a hibák jöttek elő, mint az alapszakaszban. Pontatlan támadás befejezések, elrontott utolsó passzok, kihagyott zicserek, kettős ember előnyben belemenés, és még sorolhatnánk. Így nem is lehetett más a vége, mint vereség, ezúttal 29-25-ös. Majdhogy nem azt is mondhatnánk, a győriek saját magukat verték meg. Nem olyan fából faragtak minket, ahogy Regős Bendegusz mondta a bakterházba. Nem megy olyan könnyen minket kicsinálni, legalábbis, hogy nem adjuk fel. Én legalábbis nem adom fel. A srácok se el vannak keseredve, el vagyunk keseredve, de csináljuk tovább. Láttunk már csodát, történt már a sportban, amikor már mindenki azt mondja, hogy itt a vége, fuss el véle, akkor még valami történhet. Ha eddig azt mondtuk, hogy Rosta Miklós fiainak bravúrok egész sorát kell bemutatniuk a rájátszásban, akkor ez most hatványozottan igaz. Sőt, lassan valóságos csoda lenne a bentmaradásuk, de ahogy a tréner is fogalmazott, csodák mindig vannak, úgyhogy reménykedhetünk.